Bár a veszélyhelyzetnek vége, továbbra is ez a látvány fogja fogadni azokat, akik betérnek az élelmiszerüzletekbe. A maszk használat ugyanis még mindig kötelező. Valami azonban változik. 9 óra és dél között már nem csak az idősek vásárolhatnak. A maszk használat szabályai maradnak, ez azt jelenti, hogy itt még nincsen enyhítés. Az idősek számára úgy gondoljuk, hogy a maszk használat védelmet jelent, ezért a boltokban a vásárlási idősávokat eltöröljük a mai nappal. A miniszterelnökséget vezető miniszter ezt a kormányinfón mondta, majd kérdésre válaszolva pontosított is. Mindenki mindig vásárolhat és maszkban. A vásárlási idősávot március 28-án vezették be, vagyis több mint 2 hónapig volt érvényben. Azt kérdezem tőled, Gábor, hogy volt értelme? Hogy nem tudom, bizonyára volt. Hát az ilyen távolságtartás. Ugye védik az öregeket. Azért védik az öregeket, mert azok könnyebben olyan beteggé válnak, akik intenzív osztályos kórházi kezelésre szorulnak. Egy nagyságrenden legalább. Amíg egy fiatal embernek 1% alatti a valószínűség, hogy belehal egy ilyen vírusfertőzésbe, egy én korum az 15% körüli valószínűséggel. Most nem szerették volna megtölteni a bizonytalan kapacitású lélegeztetési kapacitásnak a számait, meg az eszközeit olyan öreg embereket, ha túl nagy számban vannak, hiszen ez volt a fő cél, hogy ilyenre kerüljön sor. Tehát védeni kell ezeket. Nem engedték dolgozni menni, nem engedték be az üzletet. Oké, te is meg egy pillanatra, ugye te is azok közé tartoztál, aki nem dolgozhatott, aztán ugyan visszatértél, ugyan nem az élelmiszerkereskedelembe, hanem a sebészethez. Hogy sikerült a visszatérésed? Odaértem. De jó ismét dolgozni? Igen. Jó, hát ez egy ilyen, igen. Az öregellenesség, amiről beszélnek, azt te tapasztaltad? Öreg. Inkább szerintem az ember, aki nem néz tévét, nem hallgat rádiót egy kicsi ideig, az elkezd a valóságban élni. És a valóság az arról szól, hogy én megkérdeztem a barátaimat, találkoztál koronavírusos beteggel? Ismerősöd ismerőse találkozott? Nem. Anyukád szenved attól, hogy foglyul ejtette a szeretet, és nem engedjük sehova, és nem ölelhetjük meg. Jobban szenved attól, mint hogy esetleg megkockáztatja, hogy megbetegedjen? Igen, anyukám szenved tőle. És valahogy egy két valóságban élünk, hogyha tévét is nézünk, meg médiát is hallgatunk, meg a propagandát is hallgatjuk, nevezzük propagandának, és a valóságot éljük. Megkérdezem a barátaimat, elmúlt 2-3 hétben ugye egyszerre járhattak az idősek mondjuk cipőboltba, és egyébként meg volt ez az elkülönítés az élelmiszerboltba, hogy ennek mi az értelme? És azt válaszoltuk mindannyian egymásra nézve, hogy nem tudjuk, mi az értelme. Persze a placebónak is nagy szerepe lehet, tehát lehetséges, hogy ez egy ilyen tudati hatás, ugye, hogy védjük az öregeket. Érdekes, mert lesz még téma, hogy a magyarok egyébként ma már a koronavírustól alig félnek. Tehát olyan volt, hogy így elfújtak. Alatta nagyon féltek, aztán pedig elmúlt. Amiről meg a Kriszta beszél, az azért bír jelentőséggel, mert sokan azt mondták, hogy mintán nem láttak. Csak falra festett ördögöt, az meg nem jön le a falról, csak a mondás szerint, így aztán mit kezdjenek azzal a koronavírussal, amelyet csak híradókból láttak. Hát egyébként féltek, aztán elfélnek, ilyenek az emberek. Nem, mert meg lehet szokni. Jó, hát ez az action tipikus esete. Mi a helyzet az eladókkal, akik például nem voltak 65 év felettiek? Épp ezt akartam mondani, hogy az éremnek a másik oldala az a kereskedők részéről, hogyan vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy ők vesztettek, vagy nem nyertek, hogy a 9-12-ig sávban az élelmiszerboltokban, a patikákban, meg nem tudom én hol, mennyi forgalom képződött ahhoz képest, hogy egyébként korábban, amikor nem volt ez a korlátozás, akkor hogy volt, mint volt. És hogy a kérdésedre is válaszoljak, igen, azért az tapasztalható volt, hogy ameddig a vásárlók betartották akár a maszkviselési, akár az időkorlátozást, addig azért voltak példák, hogy az eladók közül sokan ezt nem biztos, hogy ugyanígy tartották be.
és hogy a félelem vagy a nem félelem, és hogy ez mennyire valós vagy mennyire nem valós, azért vannak számok. Hányan betegedtek meg, hányan haltak meg, hányan, most én elfogadom azt, hogy más betegségben is meghalnak emberek, tehát meg az influenzában is, tehát én ezt mind elfogadom, de azért az a számhalmaz legalábbis alkalmas volt arra, most a magam nevébe beszélek, hogy én is tartsak tőle. Tehát a feleségemmel mi megpróbáltunk minden létező szabályt betartani, nem megpróbáltunk, betartottunk minden szabályt. Az egy vicces dolog, hogy mondjuk egy olyan házaspár esetében, ahol az egyik fél 65 fölött volt, a másik meg 65 alatt, hogy hogy mehettek volna együtt vásárolni, vagy hogy mehetett volna vásárolni az egyedülálló idős ember, akit a gyereke, az unokája, nem tudom, a segítője segített, mert ugye elvileg nem léphetett be, hiszen egy csomó helyen ilyen őrök vagy ellenőrök álltak az ajtóba, és volt, ahol személyigazolványt is kértek. Összességében én azt tudom mondani, ha az volt a cél, hogy egy picikét azt a görbét tompítsák, és megakadályozzák a minél nagyobb számú rohamos terjedését ennek a kornak, azt gondolom talán elérték. Igen, de ez egy roppant érdekes dolog, mert amit a Bud is mond, az annyira jelen van, hogy miután alapvetően híradókban láttak az ember betegeket, személyes tapasztalatuk nem volt. Így aztán elkezdtek arról beszélni, hogy itt van ez a 9-től 12-ig terjedő sáv, de ezt milyen kevesen veszik igénybe. A kiskereskedelem, nagykereskedelem azt mondta, hogy náluk is ez milyen bevétel kiesés. És a Krisztának abban is igaza van a felvetés szintjén, mert aztán jöhet a Friedman, és ők összevezhetnek, ha akarnak, hogy egyébként pedig mit mond az orvostudomány, és mit tapasztal a nép, mert ugye legutóbb talán a múlt héten volt a heti naplóban az a kérdés, hogy megszüntessék-e a 9-től 12-ig terjedő sávot, holott ezügyben épp úgy az ember nem rendez népszavazást, mint hogy legyen-e halálbüntetés vagy sem. De a példa azt mutatta, hogy a nézőket nagyon foglalkoztatta, hihetetlen magas számban jöttek szavazatok, amit egyébként az orvostudomány mondhatja, hogy ez action tipikus esete, mert hiába szavazza meg a nép, hogy ne legyen. Az orvostudomány azt mondja, hogy erre szükség van. Vagy hogyha nincs is feltétlen szükség, de ártani nem ártott, és viszont egy olyan országban éltünk az elmúlt két hónapban, mintha megszállás alatt éltünk volna, és a megszállás alatt azt értem, hogy a kormányt így ehhez hasonlítom, annak nagy tömegeket kellett befolyásolni, minket, a népet. Szabadott nefelett, hirtelen úgy tűnt, mintha mindenki, aki egyébként nem vásárolhatott 9 és 12 között, az hirtelen arra jött volna rá, hogy ő most pont 9 és 12 között akar vásárolni. Lehet, és hogyha ez megvan tiltva, és tényleg itt visszakanyarodok a saját gondolatomhoz, akkor fenntartjuk azt a hangulatot, amivel kézben lehet tartani a lakosságot. Ez nagyon fontos. Megszállóként én látok ebben értelmet, tehát hogy én tudom, hogyha azt akarom, hogy az emberek otthon maradjanak, ha azt akarom, hogy bizonyos dolgokat csináljanak, akkor hozok olyan intézkedéseket, amik nem fognak ártani, de fönntartanak egy jó kis erős pánik hangulatot egészen addig, ameddig tényleg már a valóság nem bekopog az ajtónkon, hanem már mindenhol találkozhatunk, együtt mehettünk mindenhova, fürdőkbe, olyan helyre, ahol tényleg fizikai kontaktusba is kerültünk 65 év fölöttiek meg alattiak, akkor már teljesen értelmetlen volt, és így meg is szüntették, de egészen addig a tömegek kezelése miatt én látok abba... Nagyon jó beszélsz, hiszen volt egy periódus, amikor például el lehetett menni foci meccsre, akárhány számban, de nem lehetett elmenni vásárolni 9 és 12 között a 65 év alattiaknak. Azt mondom meg, Friedman, mindenféle koronavírus járványtól függetlenül, a paciensek mennyire tartják be azokat az óvintézkedéseket, amelyeket te nekik operáció előtt vagy után mondasz, független még egyszer attól, hogy most járvány van-e vagy sem. Mennyire tartják be az emberek az orvos tanácsát arra vonatkozóan, hogy az egészségük így marad meg? Karakterfüggő, változóan. Van, aki betartja, van, aki nem tartja. Általában, amíg félnek, addig betartják. Én is úgy látom itt ezzel a megszorításokkal kapcsolatban, hogy nem egészen úgy van, hogy úgy manipulálják, hogy a feszültséget fenn lehessen tartani, hanem inkább figyelik, hogy az emberek mit tűrnek és mit nem tűrnek. Azt észlelik, hogy az emberek rosszul tűrik azt, hogy nem hagyják őket életbe menni a közértbe, akkor beeresztik őket a közértbe.
hiszen megtehetik, hiszen semmilyen dráma nem zajlik mostani járványügyben. És mert azért furcsák az emberek. Egy ideig be lehet őket csukni, pláne rossz időben, tavasszal, hideg tavasszal a lakótelepi lakásukba, aztán kitör a nyár, és akkor nem lehet őket becsukni, hanem kimennek, és nem lesz compliance-ük. Ezt nem erőből csinálják, hanem óvatos, ilyen húzd meg, erezd meg, zsinormozgatás. De ez nem egy ilyen kísérlet, egy hadgyakorlat, amiben azzal kísérletezünk, hogy mennyit bír az ember, mint egy igazi pszichológiai kísérlet, amiket még a szociálpszichológusok csináltak Amerikában, még nem tiltották ezt be, a ismert börtönkísérlet, vagy a áramütéssel nézzük, hogy az emberek 68%-a. Ami csak egy legenda. Zimbardo. Igen, ami által csak egy legenda, már nem így volt, de hát mi más csináljanak, hát még hiszen ilyen helyzettel ez a generáció, meg talán az előző se, nem találkozott. Az utolsó a járványféle, ami rosszul állt, az az influenza vírus volt, mikor, ami nagyságrendileg azért kisebb volt, meg a kockázata és meg a látvány is, tehát nincsen erre gyakorlat, hogy milyen epidemiológiai korlátozásokat kell tenni ahhoz, hogy féken tartsának egy járványt, aminek az elejét, mert ugye előre kell csinálni, mert nem lehet látni, hogy lesz vége. Tehát mindent experimentális ebben az ügyben, mert nem volt rá precedens. Hát ilyet még nem vagyok egy mai fiú, de én még ilyet nem értem meg, hogy engem becsuktak volna otthonra, meg nem eresztenek be a boltba, meg nem tudom én. Ez egy kísérlet. Nem feltétlenül járványügyi szempontból mondtam a kísérletet, hanem hogy ez egy apropó is lehet. Nem, hát hatalmi szempontból is. Hát, a hatalom nem szeret mókázni, meg kísérletezni, hanem birtokolni szereti, amilyen van. És annak alárendeli, nem a kíváncsisága nagy, mint ilyen kísérleteknél, hanem igyekszik természetesen a hatalom, az őrizni a hatalmát. Hát ezt gondolom máshogy sincsen. De annyira jól vizsgáztunk, bocsánat, ez egy legutolsó gondolatom lesz ebben, pont erőtött eszembe, tehát hogy a nép az annyira jól vizsgázott, hogy rögtön meg is erősítették a pozíciójában azt az embert, aki ezt bármelyik pillanatban így elrendelheti, mert látszódott, hogy nálunk a színházunk mellett egy fodrász van, és a nénik elindultak egykor haza, hogy 3-ra haza kell érni, és mondta a fodrász, hogy nem, még lehet be, nem, én megyek haza, mert azt mondta a kormányfő, hogy otthon kell lennem. És annyira jól működött, mi annyira szerintem, mi az szó, amit keresek, azt csináltuk, amit mondtak nekünk, hogy ebből tanult a kormány, és hasznosította is azt, amit tanult, és hogyha senki sem fogja megkérdezni, hogyha holnap két beteget találnak, és azt mondják, hogy újra elindult a járvány, és ki fog állni a tiszti főorvos, és azt mondja, hogy mindent újra bevezetünk, mert ő már megteheti, erre hirtelen lett jogosultsága, akkor meg fogja tenni, és mi újra otthon maradunk, és ez egy szomorú valahol számomra. Én a kísérletezést így értettem, meddig lehet elmenni? Tibor, kérném szépen a második filmet.